Az emberek úgy vannak, hogyha segítünk nekik, akkor jó, akkor jó, hogy van városi rendőrség, ha büntetünk, akkor nem. A városi rendőrök tevékenysége nem mindig egyszerű, azonban immáron 3 évtizede, 1993. május 1-től kezdve végzik a munkájukat. Az állomány jelenleg 27 fő, ebből 20 a rendőr. Ez a létszám azonban a jogszabályi változások miatt jövőre minden bizonnyal nem lesz elegendő, és 2-3 fős emelésre lesz szükség. A új törvénnyel kapcsolatosan is, ami most már valójában el is van fogadva, majd január 1-től, jövő év január 1-től bővülnek a jogköreink, úgyhogy sokkal több rétű lesz a munka a városi rendőrségen. Többek között gyorsaságmérés a város területén, jogosítványbevonás, alkohollal, fogyasztással kapcsolatosan, és így tovább. Az ünnepség részeként 6 városi rendőrt előléptettek. Zsemje Piroska, aki eddig százados volt, most őrnagy lett. Egy hónap hiány 12 éve dolgozik a városi rendőrségnél. 2 éve körülbelül vagyok bent a irodában, ahol oldjuk ezeket a kihágásokat. Ezelőtt én is szolgálatban jártam nappalos éjjelesbe. Talán az, hogy jelenleg ugye éjjel nem dolgozok, ünnepnapokon nem dolgozok, hétvégig szabadok, ez előnyösebb kicsit számomra. A rendezvényen a többi jelenlegi városi rendőr, valamint a volt rendőrparancsnokok és volt rendőrök munkáját is megköszönték.